Május eleje óta feltöltött medencékkel várják a kiskörösi Rónaszéki fürdőben a jó időt, mely a héten meg is érkezett. Vele persze az első kempingezők és a fürdőzni vágyók is. A komplexum 3 hónapig zárva volt, de ez idő alatt számos felújítás történt a fürdőben. Ebben a 3 hónapos időszakban, január 15-től április 15-ig a szomszédos Hotel Imperial fürdőkomplexumát kibérelve működtettük szolgáltatásainkat, és vártuk, fogadtuk vendégeinket, de nyilván az egy lényegesen alacsonyabb szolgáltatás volt, legalábbis nem minőségét, hanem mennyiségét tekintve. Azonban ebben az átmeneti időszakban sem tétlenkedtek a fürdő dolgozói. A 3 hónap alatt olyan fejlesztéseket kiviteleztek, amelyek energiahatékonyabbá tudják tenni a fürdőt, de ez idő alatt a kötelező éves karbantartást is elvégezték. Ez általában egy maximum 5-6 nap, inkább 4-5 nap szokott lenni alkalmanként, ami azért méreható karbantartási munkákra nem ad módot és lehetőséget, viszont ebben a 3 hónapban gyakorlatilag az utolsó csavarig szét lehetett szedni a fürdő működéséhez szükséges minden rendszerelemet, az elektromos rendszerét, a fürdőgépészeti rendszerét ugyanúgy, ahogyan el tudtuk végezni azokat a karbantartó, festő, javító, burkolatjavító munkátokat egyéb területeken, amire máskor nincsen időszak. Mindemellett olyan fejlesztéseket is végrehajtottak, melyek a látogatók komfortérzetét növelik. Ilyenek voltak a teljesség abszolút igénye nélkül a finn szaunák, a 2 finn szauna teljes körű felújítása. Hogyha ide érkeznek, a szaunázók láthatják, hogy a teljes belső fa burkolatot lecseréltük. Emellett az elektromos rendszerét is felújítottuk, illetve felújításra kerültek a szauna kályhák is. De például teljesen új infraszauna kabint szereztünk be és üzemeltünk be a fürdő területén. Felújítottuk a büfét, egy teljesen új arculatot kapott, teljesen újra gondoltuk a büfé szolgáltatásait, és megújítottuk annak külső teraszburkolatát is. Ezek mellett a termálmedencéhez tartozó belső zuhanyzókat, vizes blokkokat, mosdóhelyiségeket is felújították, így a nyitás óta egy megújult komplexum várja a vendégeket. A megemelkedett energiaárak miatt a belépőjegyek árán is kénytelen volt változtatni a fürdő vezetése. A napi felnőtt belépőjegy 2500 forint, a diák és nyugdíjas belépő pedig 2000 forint.